Ebben a ligában nincsenek könnyű mérkőzések. Mivel az első félidőben nem tudtuk megszerezni a vezetést, ezért idegessé váltunk, de a második játékrészben feltörtük a falat, és megérdemelten nyertünk. Nem történt semmi, ugyanúgy működtek a dolgok. Egy dolog kiderült, hogy pisiltünk mi mindenfelé, de széleszembe nem lehet, erre rájöttünk most is. Sajnos ugye volt egy olyan kiállítás, egy olyan ember, aki 800 meccset lejátszott úgy, hogy nem állították ki, és még azt, hogy Isten fáját sem mondta életébe egyszer, sem nem tudom, hogy mivel tudta megsérteni a bírót, hogy ki kellett állítani. Az egész mérkőzés szerintem egy nagyon fura felfogásba volt vezetve. A probléma az, hogy pont a Fradinak vezetik így, és a kupacsapatainknak vezetik így a mérkőzéseket, aztán kikerülünk nemzetközi porondra, aztán ott előjönnek a férfiak, és akkor megnézegetik a játékosaink, hogy hol van a galamb lelkű magyar bíró, aki ezeket mind lefújja. Sajnos ezen is változtattunk el, hogyha nemzetközi szinten akarunk hozzátenni valamit. Azt viszont el kell ismerni, a Fradi egy remek csapat, nagyon jól játszott ma is, mégis megérdemelten nyert.